Az ünnepi önkormányzati ülésen karitatív tevékenységért díjat kapott a Tiszatavi Keresztény-Polgári Kör, akik adományaikkal támogatták a karcagi intézményeket. A díjat Szepesi Tibor polgármestertől Fodor Gusztáv elnök alapító vette át. Az elnök szerint hatalmas megtiszteltetés számukra, hogy a nagykunság szívében itt lehetnek és átvehették ezt a díjat. Ígéri, folytatják ezt a jótékony tevékenységet. Az elmúlt évben központi támogatási helyük volt a karcagi Kátai Gábor Kórház, ahol orvosi jellegű segítséggel támogatták azt. Az elmúlt éven központi támogatási helyünk volt a karcagi Kátai Gábor Kórház, ahol orvosi jellegű segítséggel tudtuk támogatni a kórházat, és Karcagváros szociális ellátórendszerét is támogattuk. Szeretnénk a Gólyafészek otthon támogatni. Ma délután egy holland támogatót fogok odavinni, és a vezetőséggel meg van beszélve, hogy megpróbáljuk megkeresni a támogatási lehetőségeket, és szeretnénk a helyi idősek otthonait is támogatni, úgyhogy egy jó képregény végén mindig az van, hogy folyt köv, én is ezt tudom mondani, folytatása következik. A későbbiekben szeretnék a karcagi idősek otthonát is támogatni. Ehhez Hollandiából ide fognak érkezni a főtámogató alapítvány kuratóriumi vezetői, akikkel megpróbálják megalapozni az előttük álló 5 év támogatási céljait, hogy folytathassák a jó cselekedeteket. Hollandiából ide fognak érkezni a fő támogató alapítványunknak a kuratóriumi vezetői, és megpróbáljuk megalapozni az előttünk álló 5 évnek a támogatási céljait, úgyhogy állunk elébe a jó cselekedetek folytatásának.